Magyarországot a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága elmarasztalta amiatt, hogy nem biztosítja a szülőnőknek a valós választás lehetőségét, így nem tudják az otthonszülést választani, amennyiben azt szeretnék. Ezért Magyarország megalkotta az otthonszülést szabályozó rendeletet, ám az azóta szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a valós választás lehetősége a mai napig nem adott. Egy nagy vákumba esett bele ez a rendelet, nem volt tisztességesen előkészítve. Tényleg alapvető probléma, hogy a kórházi orvosok azok nagyobb súlyt kaptak a kialakításában, mint maguk a bábák, akik ezt évek, évtizedek óta űzték. A külföldi tapasztalat, jó gyakorlat az teljes mértékben figyelmen kívül maradt. Egyáltalán nincsen valós és tényleges választási joga a nőknek. Gyakorlatilag hiába nem szeretnék soha többet kórházban szülni az ott engem ért élmények miatt. Nincs rá lehetőségem. Nagyon-nagyon szeretnék, de legálisan jelen pillanatban nem tehetném meg, hogy én otthon szüljek. És hát ennek a császármetszés az oka, az előzetes császármetszés. Nagyon sokan ki vannak zárva ebből a lehetőségből, akik korábban, amíg nem volt szabályozva, és rá volt ízva a bábákra, hogy egyesével a konkrét eset, a konkrét terhesség, a konkrét anya és magzat ismeretében tudjanak szakmai döntést hozni. Most ex lege a törvény erejénél fogva ki vannak zárva. Az első két gyerekemet otthon szültem, és az életem legcsodálatosabb élményei voltak, és mindenféleképpen otthon szeretném megszülni a következő gyermekeimet is, ha erre lesz lehetőség, de jelen pillanatban igazából nem ismernék vállalni gyereket, hogyha nem szülhetem meg otthon. Mind a két gyerekem 4 kilónál súlyosabb volt, tehát valószínűleg ez is kizáró ok lenne, és én elég magas és nagy darab vagyok, és azt gondolom, hogy ez egy egyéni elbírálást igényelne, hogy képes vagyok-e megszülni, vagy nem vagyok képes megszülni mondjuk a 4 kiló 10 grammra satszolt gyereket, ami az ultrahang azért fél kilót is akár tévedhet. Én most laikusként olvasnám el a rendeletet úgy, hogy még nincsen gyerekem, akkor én elrémülnék. Tehát, hogy látom a rendeletet, meg a kizáró okokat, meg a feltételeket, és így azt mondanám, hogy hát így, én nem tudom, hány nő lehet az, aki ezeknek meg tud felelni. Nagyon fontos lenne a valós választás lehetőségét megadni a nőknek, illetve nagyon fontos lenne az egyenlő bánásmód követelményének a biztosítása. Tudjuk azt, hogy a társadalombiztosítás az otthonszülést nem finanszírozza, holott egy egyszerű számítással jól látható, hogy ez az államnak is sokkal kedvezőbb és sokkal költséghatékonyabb megoldás lenne. Mi nem tudjuk ezt megengedni magunknak, hogy zsebből kifizessük ezt a 150.000 forint körüli összeget. De hogyha elő tudnám teremteni, akkor sem értek egyet azzal, hogy fizetni kell érte. Méltánytalannak és diszkriminatívnak tartom azt, hogy minket megkülönböztetnek és minket nem támogatnak ebben. Magyarországot ugye számos kritika éri amiatt, hogy rendkívül medikalizálta a szülészeti rutinja. Ez a bábai modell, amit Magyarországon egyelőre csak az otthon szüléseket kísérő szülésznők, független bábák honosítottak meg, ez nagyon sokat tudna segíteni abban, hogy a kórházakban is sokkal kevesebb legyen a beavatkozás, hogy ne legyen ez a hierarchizált viszony, amitől egy nő úgy érzi, hogy elveszti az önrendelkezési jogát, hogy elveszti azt a kontrollt a teste és a gyereke fölött, amihez szükség van ahhoz, hogy egy jó, egy pozitív élmény legyen maga a szülés. És mondta, hogy akkor ő most burkot repeszt, nem négy újnál tartom, mondtam, hogy nem. És akkor mondta, hogy majd akkor visszajön, és még lesz egy vizsgát, hogy még csuktam a szememet fájások között, és arra nyitottam ki, hogy ott áll 5-6 ember, és az egyik egy ilyen alufóliából csomagol ki egy ilyen ekkora kötőtűt. Nem tudom, hogy akkora volt, de ugye szülés közben máshogy látja az ember. És akkor mondtak, hogy akkor most jön a burokrepesztés, én mondtam, hogy nem. Ezt azzal honrált a szülész, hogy lerántotta mögöttem az ágyat, mert ővel akartam lenni legalább. Én ugye majdnem 100 kilós testemmel hanyatt estem így az ágyjal együtt, tehát nem tudtam volna fölülni, hasizom, miből. És a férjem pedig ott állt, és ő is teljesen úgy érezte, hogy
ő vele is erőszak esett, tehát hogy ő nem tudott mit csinálni, hogy az orvos tekintélyszemély mindenkinek a számára. Tulajdonképpen nincs jogom dönteni, tehát nem én döntök. És nincs a kezemben az a jog, ami igazából megilletne.